úr, tisztelt országgyűlés! Azért kértem ma szót, hogy felidézzem emlékét egykori képviselőtársunknak, a rendszerváltoztatás utáni első szabadon választott országgyűlés Békésváros és térsége képviselőjének, valamint az Egyesült Kisgazda Párt frakció vezetőjének, dr. Pásztor Gyulának, aki ez év április 19-én életének 74. évében visszadta lelkét teremtőjének. A bő 7 évtized nem múlt el nyomtalanul. Dr. Pásztor Gyula ügyvéd, parlamenti és önkormányzati képviselő, alpolgármester, emellett férj, édesapa, nagyapa tartalmas életútnak érte a végére, aktív éveket hagyott maga mögött. Éveket, amelyek őrzik a névjegyét, hiszen ahol megfordult, ott nem tétlenkedett. Tudását, szakmai és élettapasztalatát a közjavára fordította, szívét, lelkét beleadta minden tevékenységébe. Szolgálta népét, szűkebb és tágabb közösségét. Békésváros önkormányzata saját halottjának tekinti, hiszen teljes odaadással tevékenykedett a városáért, nagyban hozzájárult fejlődéséhez. Mint ahogy tette ezt országgyűlési képviselőként is az első ciklusban, ezért időnek tartottam, hogy itt, az ország házában is fejet hajtsunk emléke előtt. Pásztor Gyula 1949-ben született, dr. Pásztor Pál ügyvéd és Gál Katalin egészségügyi dolgozó második gyermekeként. Általános és középfokú iskoláit Békésen végezte, majd a katonai szolgálat letöltése után Szegeden jogot hallgatott. A jogi szakvizsga megszerzését követően a Békési Ügyvédi Munkaközösség tagja, majd hamarosan vezetője lett. Tehetsége, elhivatottsága, valamint közéleti érdeklődése már itt megmutatkozott. Bekapcsolódott a rendszerváltó mozgalomba, majd egyéni mandátumot szerzett a Független Kisgazdapárt színeiben, az első szabadon választott magyar országgyűlésben. Abban az országgyűlésben, amelynek minden tekintetben nehéz dolga volt, folyamatosan küzdött a közelmúltja árnyaival, hagyatékaival, beidegződéseivel, törvényeivel, mindezt állandó ellenszélben. Tagja volt számos bizottságnak, egy ideig az országgyűlés jegyzője is volt. Képviselői munkája során mindig szem előtt tartotta szűke pátriája érdekeit, Békés városáért, lakosaiért dolgozott. Szívén viselte a békési polgárok sorsát, boldogulását, de ugyanolyan elszántsággal küzdött az ottani gazdák érdekeiért is. Tevékenyen részt vett a kárpótlási törvények, így a különösen a termőföldet érintő kárpótlási jogszabályok kidolgozásában. Képviselői munkájának eredményeként Békésen újraindulhatott a református egyházi oktatás, a gimnázium épülete visszakerült az egyház kötelékébe, megkezdődött a kollégium épületének a kivitelezése. A mezőgazdasági iskola közel 150 hektár tangazdasághoz jutott, mely azóta is az oktatást szolgálja. Neki is köszönhetően elkészült a városi sportcsarnok, az élővízcsatorna kikotrása, partvonalának megerősítése, akkor még próbaüzemben, de működni kezdett a békési szennyvíztelep. Mindezekre nagyon és joggal volt büszke. Amikor pedig az országos politizálás véget ért számára, helyben otthon folytatta tovább. Önkormányzati képviselőként, társadalmi megbízatású alpolgármesterként több cikluson át, mai zsargonnal élve fáradhatatlanul lobbizott a különböző beruházásokért. Nem léteztek számára zárt ajtók, csak éppen csukottak. Időközben gyermekei felnőttek, legnagyobb örömére követték a pályán. Dr. Pásztor Orsolya és Dr. Pásztor Gyula mellette kezdték gyakorló éveiket, miközben ő fokozatosan vonult vissza, átadva a fiataloknak a terepet, a munkát, az útravalót. 2010 óta semmilyen tisztséget nem vállalt, idén szeptemberben vette volna át aranydiplomáját. Teljes életet élt, gyerekei, unokái körében szeretetben segítve őket mindenben. Egy lángot adok, ápold, add tovább, és gondolsz híven, írja Reményik Sándor, erdélyi költő. Dr. Pásztor Gyula már életében is lángokat gyújtott, és ezek a lángok az örökségeként lobognak tovább. Nyugodjék békében! Köszönöm szépen, képviselő úr!